erdei koncertek. Az erdei helyszínek elemi erővel hatnak a művészekre és a hallgatókra egyaránt. Idén Salgó-Tarjáni helyszínnel bővül a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat. Július 2-án Eresztvényben a Novohrad-Nógrád Geoparknál lép fel Csík János és zenekara a 16. alkalommal megrendezésre kerülő eseményhez kapcsolódóan. Salgó-Tarjánban az önkormányzat és a vállalkozók támogatásával valósul meg a környezet tudatos szemléletet, a művészetek nyelvén népszerűsítő program. Március 29-én írták alá az együttműködési megállapodást a megyei VOSZ 20. közgyűlésén. Úgy gondolom, hogy a vállalkozók ilyen szempontból utat is mutatnak, hiszen nem csak a gazdasági eredmények a fontosak, fenntartható boldog emberi lét csak úgy jöhet létre, ha a környezetünkkel, ezzel a gyönyörű természeti környezettel harmóniában tudunk élni, és ez a harmónia csak úgy jöhet létre, hogyha a mindennapi életünkben a legfontosabb életdimenzióinknak a gazdaság, a társadalmi életünk, a környezetvédelem és a kulturális művészet életünknek az egyensúlyát meg tudjuk teremteni. A szervezők célja az is, hogy bemutassák a helyi értékeket, növelve ezzel a térség népesség megtartó erejét. Óriási értékek vannak itt Nógrádban, a Palócföldön. Természeti értékek, kulturális értékek, történelmi értékek, és nagyon fontos, hogy a fiatalok megismerjék ezt. És hogyha megismerik, akkor fogják itt jól érezni magukat, és nem fognak elmenni, hanem itt maradnak. A VOSZ mára az egyik legjelentősebb magyar munkahadói szervezetté nőtte ki magát, közel a tagságon és a tagszervezeteken keresztül közel 53 ezer vállalkozást tömörít magában, és a munkahadóink keresztül a magyarországi foglalkoztatottaknak több mint a felét eléri. A jubileumi közgyűlésen Cékmenné Kelecsény Ágnes megyei elnök tartott beszámolót, megemlékezve a kezdetekről és az egy éve elhunyt Demján Sándor örökös elnökről. A 2018-as tevékenységük kapcsán elmondta, kiemelt figyelmet fordítottak a fiatal vállalkozók támogatására. A tavalyi évben közel 40%-kal növelték taglétszámukat, és tovább erősítették partneri kapcsolataikat. A jövőben cél a hatékony érdekvédelem, a megyei felsőoktatás támogatása és a foglalkoztatási paktumban való hatékony munka. A közgyűlés keretében elismerték a megyei VOSZ legrégebbi tagjait, oklevelet vehetett át dr. Egyed Lajos és Vas Miklós.